A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, az elmúlt héten egy meglepetés ünnep volt a Szent István Művelődési Házban. Maga az ünnepelt sem tudott róla igazából, de aztán kiderült, hogy mégiscsak, hiszen Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténészt, a fehérvári kultúra azt hiszem meghatározó személyiségének 70. születésnapján köszöntötték, és most köszöntelek én is téged, szervusz! Szervusz! A Magaslatok krónikását, mutatom ezt a meglepetéskönyvet. Nagyon-nagyon fontos, hiszen Kárpáti Csilla, Tóth Ilona, lelked jobbik fele, és Jakubek Tiborné Ági, a Szent István Művelési Ház igazgatója tett azért, hogy ez a könyv megjelenjen, amiben nem más sokat olvashatunk, mint a téged ismerők szólítottak meg. Balogh Júliától nem sorolom fel Tóth Ilonáig természetesen, és Farkasi Csilla ugye volt a szerkesztő, és a szöveget is ő gondozta. Nagyon jó ez a könyv, már átolvastam, és fontos Jánosi Zoltán a Magaslatok krónikása szövege. Én azt gondolom, hogy ez meglepetés volt számodra. Egy kicsit beszéljünk először erről a kötetről. Ez tényleg meglepetés volt a számomra, ugyan tudtam, hogy valami készül, csak aztán hetekkel korábban mondtam a feleségemnek, hogy legalább azt mondjam, hogy hova kell mennem és mikor, mert gyerekeinkkel, családdal is szerettem volna ünnepelni. Ezt nagyon szerencsésen alakult, hiszen délben volt egy családi összejövetel, és akkor este pedig ez a program. Egyébként ez a hét különösképpen is érdekes volt a családi szempontból, hiszen Kristóf unokámnak a névnapja, Dávid fiam feleségének, Annának ugyancsak névnapja volt azon a héten, Gergő fiam pedig a 4 nappal korábban ünnepelt a születésnapját, tehát nagyon sok minden összejött egy héten belül. Ez nagyon kerek történet itt mindenképpen, hiszen a teljes életpályádat leírták itt. Én például úgy kezdtem, hogy a Bakonyi Ádáknak mindig van tétjük, az egek bemelészet műfajától távol, a barátság hitelességével kell megszólalnunk Bakonyi István születésnapján. És persze gyorsan hozzáteszem, kellene néhány leginkább csak rá jellemző szarkasztikus világ és lényeglátással kimondott gondolat is. Hát azt hiszem, hogy ebben a könyvben minden benne van. Igen, hát te is szerző vagy a kötetnek. Nagyon Igen. szépen köszönöm azokat a mondatokat, amiket írtál. Kezdjük talán azzal, hogy a pályafutásodat jó néhányan elemezték itt. De melyek voltak azok a meghatározó pillanatok, amelyekről nem nagyon beszéltél még mindez idáig, hiszen azért Bodajk volt az indulás, és a megérkezés pillanatától kezdve a székesfehérváriság is nagyon-nagyon fontos volt számodra. Engedem, de még visszatérek arra, amit mondtál a bevezetőben, hiszen 3 hölgy alapvető szerepet játszott mindezek megszervezésében, a kötet megszerkesztésében is. Hát a feleségem, Tóth Ilona, ugye alapvetően szívén viselte ezt az ügyet a megvalósulásig, de ugyanezt mondhatom Farkas Csilláról, aki Péntek Imre felesége egyébként, és Jakubekné Ágiról is, aki hát az első pillanatban otthont adott ennek a megemlékezésnek. Igen, nem tudom, hogy van-e olyan részlet, ami kevésbé ismert mondjuk a hozzám közel álló emberek számára. Mindenesetre annak is örültem, hogy tényleg a budai indulástól kezdve mindmáig mindezekről szó esik. Nem véletlen, hogy Wurzinger Lóránt polgármester Bodajkról, Cselpakovics András fehérvári polgármester mellett a első köszöntők voltak ők tulajdonképpen. Nagyon kedves szavakat mondott mindkét polgármester, és mint ahogy ott köszöntőt elmondó barátaink, irodalmáraink is. Nézd, hát a 70 év az sok mindent rejt, esetleg ami nem is tartozik feltétlenül a nyilvánosságra, nyilván olyan dolgokról nem is esik szó ebben a kötetben egyébként, ami nem tartozik a nyilvánosságra, annak különösen örülök, hogy a gyerekeim, unokám is benne vannak fotó erejéig például, és hát annak különösképpen, hogy általában egyébként ismert írással a feleségem zárja a kötetet, ami szerintem egy nagyon szép írás. A bodajkiság hogy maradt meg neked? Hát a bodajkiság az úgy maradt meg, hogy,
hogy a lelkem mélyén maradt meg elsősorban, mert fizikális értelemben ez már eléggé a múlté, ha úgy tetszik, mert van néhány rokonom, akikkel találkozom még, ha visszatérek, vagy hát ugye a temető a másik színhely, mert az az igazság, hogy a családból is, az ismeretségkörből, rokonságból is már alig vannak néhányan. Ez egyébként elég fájó, ugye a 70. születésnap táján. Hozzáteszem, hogy a Bodajkisághoz tartozik természetesen az általános iskolai 8 esztendő is, és hát azt meg ugyancsak fájóan jegyzem meg, hogy a osztályomnak egy igen jó része már nincs közöttünk. Gyakorlatilag természetesen szó esik róla, de kevesebbet figyelünk arra, hogy a középiskolás éveid mennyire határozták meg a te későbbi utadat? Mint mindenkinek, nyilvánvalóan ez is egy fontos korszak volt a számomra, a Teleki Blanka gimnáziumban érettség, hiszen itt még hozzáteszem, hogy a telekis osztályból is sajnos vannak már halottaink, de kevesebben, mint az általános iskolai osztályból. Érdekes egyébként ez a kérdés, mert ilyen magyar-angol szakon, illetve angol tagozaton végeztem a Telekiben, aztán mások is megkérdezték mostanában, hogy a tanárrá válásomban melyik szak volt a fontosabb, és egyértelmű, hogy, mert ugye ez már a tanárképző a magyar angol szak, egyértelmű, hogy a magyar szak, de az is igaz, hogy tulajdonképpen az irodalom iránti vonzódásom nem olyannyira alakult ki a gimnáziumban, mint amire hihetni az ember, akkor engem a történelem jobban érdekelt, még az az igazság. És akkor ez lépésről lépésre mentünk előre. Persze nagyon szép emlékeket őrzök a Telekiből is, hiszen kiváló osztálytársaink voltak, kiváló tanáraink voltak. Hát az osztálytársainkat már említettem, hogy például König Róbert, a jeles grafikus művész, sajnos már nincs közöttünk, és sokan mások sem, vagy éppenséggel említhetném a Mics fiúk édesanyját, Károlyi Mártát, aki egy súlyos baleset áldozat 20 esztendővel ezelőtt, aki ugyancsak a szűke baráti körénkhez tartozott, és nagyon szívesen, illetve szomorúan, de nagy szeretettel emlékezem rá. Tehát az osztálytársak léte az egyik, a másik pedig hát nyilvánvaló, hogy a meghatározó tanár egyénisége. Tudatosan választottál pályát magadnak? Mert hogy azt tudjuk, hogy tudatosan élsz, választasz különböző embereket, akikről írsz, tudatos minden egyes olyan pillanat, ami a könyveidben is megjelenik. Tudatosan, de későn. Már neked is elmondtam százszor, hogy kisgyerekkoromban nem tanár akartam, én most nem. Igen, akar, az rendben van. Csak azt mondom, hogy a főiskolás évek alatt már kikristályosodott benned, hogy azért az irodalom, illetve a kultúra lehet a jövőd. Hát a tanárság tanár. Ugye az érettségi évében jelent meg a terveim között. Igen, a nagy fordulatot a Pécsi Tanárképző Főiskola hozta ilyen szempontból, mert ezt nem tudom, mondtam-e már neked, hogy annak idején gimnazista korom a negyedik osztályban én a Fejér megyei Hírlap sportrovatának dolgoztam. Hollósi Ferenc volt akkor a Hírlap sportrovat vezetője, és én sportárű írásokat írtam 69-70-ben a Fejér megyei Hírlapban. Nem gondoltam arra, hogy itt most sok évvel később veled beszélgetek, és akkor főként az irodalom lesz a tárgy. Ezt lépésről lépésre alakult ki szerintem. Nem véletlenül választottam nyilván másodszorra a magyar-angol szakot, és ezen belül is már a főiskolán is azért a magyar szak fontosabb volt számomra, és azon belül is főként az irodalom, hiszen a magyar szak az két szak gyakorlatilag, hiszen a irodalom és a nyelv az két tantár gyakorlatilag. Igen. Itt is nagy szerepet játszottak, azt hiszem, azok a tanáregyések, akik közül Bécsi Tamást mindig említem, ugye, aki fontos szerepet játszott a sokunk életében, tehát olyan szempontból is, hogy az irodalom tudatos befogadása és az irodalom továbbadása, a mű elemzés az hogyan zajlik le, ez neki és más tanáraimnak volt igazából. Tehát kerested a mélységeket mindig? A mélységeket kerested mindig egy-egy hát, irodalmi igen, műben? Igen, attól függ, milyen mély az a mű természetesen, mert vannak olyan művek is, amelyek felszínesebbek, de számomra az értékközpontúság az mindmáig meghatározó. Ebben ugye sokat foglalkoztam Németh László, ez a Németh Lászlói minőséggel az, amit én mindig emlegetek, és ez döntő. Sőt, emlegetem azt is, hogy egy irodalmi alkotás vagy egy műalkotás tekintetében mindig a mű az elsődleges. Az másodlagos tulajdonképpen, hogy a szerző hova tartozik, hogyan él és így tovább. A mű az, ami igazából a fontos, és ez a meghatározó mindmáig. Én arra figyeltem fel, hogy
mindig törekedtél arra, hogy felfedez valamit, valakit, valakiket egy műn keresztül. Ráadásul ugye azt is tudni kell, hogy irodalomtörténészként a te tanulmányaid, azok a recenziók, amiket megjeleníthetsz, azok olvashatóak. Ez fontos volt számodra, vagy ez egy folyamatos fejlődés zálogának tekintetted? Ez nagyon fontos. Azt is elmondtam már többször, lehet, hogy múltkori beszélgetésünkben is, hogy a úgynevezett irodalomtudományban vannak olyan törekvések, amelyek hát nagyon messze vannak a közérthetőségtől. És én azt hiszem, hogy a mi számunkra, akik nem versekkel, novellákkal, regényekkel, drámákkal vagyunk jelen az irodalomban, a közvetítés a legfontosabb, az, hogy a mű és a befogadó között közvetítsünk, ha egyáltalán ugye erre van igény, vagy van szükség. Ebben meg mindenképpen szerepet játszik az, hogy bár bizonyos szempontból, ha úgy tetszik, a tudománynak is nevezhető eszközökkel, de mindenképpen az olvashatóság, a magyar nyelv szépségének a megőrzése, ez igazából a feladataink közé tartozik, és ebben olyan irodalomtörténészek voltak számomra mértékadóak, mint Béládi Miklós vagy Cine Mihály éppenséggel, akik azt hiszem őrizték ezt a nyelvezetet, vagy amikor a Németh László ügyjel kezdtem foglalkozni, akkor számos olyan irodalomtörténésszel találkoztam, például Csévorga Istvánnal, Füzi Lászlóval, Vekkerdi Lászlóval és másokkal, akik úgy elemeztek és úgy írtak erről a fantasztikus életműről, hogy azt a kevésbé vájtfülűek is szerintem tudják követni. Most ugye a Csóri Sándor Társaságot jegyzed, de előtte nagyon fontos volt a Vörösmarty Társaságban mindaz, amit az elmúlt 21 esztendőben tettetek a fehérvári irodalomért elsősorban. Erre miként emlékezel vissza, hiszen az egy olyan időszak volt, amikor hiánypotlóként jelent meg a Vörösmarty Társaság ismét, és a hozzátartozó folyóiratok nem különben. Hát nagyon szép emlékeim vannak a megalakulás idejéről, 1988-ból. Ugye ez a rendszerváltozás előtt nem sokkal történt, amikor is a akkori hazafias Névfront segítségével sikerült újjáalakítanunk a Vörösmarty Társaságot, hiszen volt már korábban is már a 19. század óta és olyan irodalmi körtársaság, amely ennek a költőnek a nevét viselte, de hát a történelem elsodorta ezeket a kezdeményezéseket mindig, és a 80-as évek végén kínálkozott lehetőség arra. Igen, erre nagyon szívesen emlékszem, másfél évtizedig, illetve tovább is, de mint elnök másfél évtizedig vezettem a társaságot, és az első időkben ugye Kalász Márton volt az első elnökünk, akit nem régen temettünk sajnos, aztán Jávor Ottó volt a következő elnök, akit ugyancsak, hát már régen sajnos el kellett temetnünk, és akkor következett az a 15 év, amiben igazából azt hiszem, hogy tudtam aktivizálni magamat és a társaságot. Nagyon sok rendezvény, könyv kiadása, szép emlékeket. Ez az útkeresés időszak volt? Milyen keresés? Útkeresés időszaka volt? Tehát voltak olyan nehézségek, amelyek összekovácsoltak benneteket? Hát nehézségek mindig voltak. Ugye én emlékszem arra, hogy a város önkormányzatnak a támogatása sem volt egyenletes. Volt úgy, hogy jobb helyzetbe kerültünk, volt úgy, hogy nehezebb helyzetbe kerültünk, de ez hozzátartozik azt hiszem az élethez. Össze is kovácsolódtunk nyilvánvalóan, mert azok a Fehérváron élő és Fehérváros kötődő alkotók, és itt ezt szándékosan mondom, mert mondjuk Bella István nem itt él, de ugye hozzánk kötődött, vagy éppen Csóri Sándor nevét mondtad, ugye számtalanszor voltak a vendégeink, és hozzátartoztak a mi szorosabban vett életünkhöz. Igen, és akkor azt hiszem, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezekben az évtizedekben alakult ki az alkotógárda Fehérváron, amely alkotógárdának a mai élő tagjai ugye széles irodalmunkban, tehát nem csak Fehérváron és a régióban, de országszerte ismerté váltak. Ugye Jánosi Zoltán írja, és egy kicsit térjünk vissza a kis monográfiáidhoz, hiszen az országszerte ismerik, hogy úgy fogalmaz, hogy a kis monográfiákban nem lehet mellé beszélni tudományos elvekkel vagy módszertani problémákkal elméleti szinten viaskodni. Azt hiszem, ez abszolút jellemző rád, mert ugye a hétköznapokon teljesen más elveket képviselsz, ugye ezzel nem árulok el titkot, kellően játékos vagy, ha úgy tetszik, és a fontos dolgokat természetesen fontosan tálalod, de a kis monográfia mégis más. Ez a kettősség hogy jelenik meg nálad? Hát az a szó, hogy mellé beszélni, az azt hiszem... A mellébeszélést, ezt hagyjuk, ezt nem mondtam. De mindenképpen annak ellene vagyok természetesen a hétköznapi életben és a irodalmi tevékenységben is. És hát nyilván a Jánosi Zoltán arra gondolt, hogy,
hogy a lényegre törés, a szűk, vagy a viszonylag szűk terjedelemben való lényeket elmondó szándék, ez megvan benne. Viszont a mélységeket keresed, ez mennyire tudatos egy irodalomtörténésznél? Itt gondolok egy ilyen szó, egy ilyen gondolatsorra, amit egyébként mások is megjegyeztek, hogy például Bella Istvánról, akit nagyon is jól tudjuk, hogy egy micsoda fantasztikus személyiség volt, és különleges személyiség. De azt írod róla, hogy Bella István versei arról is tanúskodnak, hogy úgy kell mindig megszólalni, mintha az a szó az utolsó volna, hogy búcsúnak se legyen méltatlan. Hát, ezek a gondolatsorok azt hiszem rávilágítanak arra, hogy mennyire komolyan veszed, és mennyire tartod fontosnak, hogy egy-egy költőről olyat írj, ami megragadja az ember fiát. Igen, hát más, azt is mondhatnám, hogy könnyű a dolga, amikor egy ilyen Bella Istvánféle életművel foglalkozom, hiszen kínálja azt, hogy az ember ilyen mondatokat írjon le róla. De hát az életünkben is így van ez. Szerintem úgy kell élnünk, tényleg úgy kell lefeküdnünk, minthogyha az adott esetben az utolsó lefekvésünk lenne. Mintha, és akkor, mikor kezdődik a nap, akkor pedig hát hálát kell adnunk a mindenhatónak, hogy ismét megtartott bennünket. És hát ez ugye főként ebben az életkorban már azért egy nagyon fontos gondolat. Mi a termékenység, az írói termékenységed, irodalomtörténeti termékenységed alapja? Hiszen több mint 40 könyv áll mögötted. Még annyi nincs azért. Még nincs annyi helyen, közel 40. Mi az alapja? Fontosnak tartod, hogy ha valami olyan érdekeset, és olvasol, ismersz meg emberben, költőben, íróban, hogy azt közzétett, amit gondolsz róla? Ehhez azt teszem hozzá, amit Alföldi Jenőtől, a jeles irodalomtörténésztől hallottam néhány nappal az én születésnapom előtt, mert ő meg előtte néhány nappal töltötte be a 83. életévét, hogy Alföldi Jenő mifelénk arról híres elsősorban, hogy a Csanád Imre életmű legjobb ismerője, és arról beszélt éppen, hogy őt sokszor éri az a vád, hogy általában a szerzőkről jót mond, tudományos alapon elemzi, de az a klasszikus negatív kritika nem jellemző. Tudod, erre mit mondott? Mert hogy azokkal foglalkozom, akiket becsülök. Tehát én nekem az a negatív kritika, akiről nem vagyok hajlandó írni. És ez nagyon érdekes megközelítés, meg vitatható is, mert nyilvánvaló a kritikának lehet más szerep, és jut eszembe, hogy Felkai Miklós, a kiváló zenész barátunk, itt volt az ünnepségen, és odajött hozzám a végén, mikor megköszöntött, és azt mondta, hogy neki furcsa volt az, hogy engem kritikusnak titulálnak egyesek. És mondtam neki, hogy de nincs semmi, mert úgy ismer szintén, hogy alapvetően pozitív írásokat, vagy pozitív kritikákat művelek, és mondtam, hogy hát ennek a szónak mely hétköznapi jelentése, ha valakit kritikával illetünk a hétköznapban, akkor az többé negatív, de hát önmagában ez nem feltétlenül. Tehát kritika az is, amely az égbe emeli a szerzőt adott esetben. Na most egy kicsit, én ezt az Alföldi Jenőféle mentalitást érzem magamhoz is közelnek, tehát hogy jó, persze nem minden esetben írok csak olyanokról, akiket nagyon sokra tartok, mert vannak feladataim, és van, hogyha egy folyóirat megbíz azzal, hogy XY-ról írjak. De az esetek többségében azért olyan szerzőkkel foglalkozom, akiket tényleg sokra tartok. És nyilvánvaló az is persze, hogy a kritikának van egy olyan szerepe is, hogy esetleg rávilágítson adott szerzők hibáira, folyatékosságára, de hát ki vagyok én, hogy ítéljek. És hát tényleg az a fontos számomra, azt hiszem, hogy azokat az értékeket felmutatni, amelyek számomra is, meg adott szerencsés esetben a megbírált vagy méltatott szerző számára is értéknek számítanak. Tehát az értékmentő tevékenység fontos számodra. Hát persze. Ez volt az alapja a Csóri Sándor Társaságnak, és hiszen említetted Bella Istvánt, és nagyon is jól tudom, hogy még sorolhatnék jó néhány olyan költőt és írót, akivel foglalkozol kiemelten, Csóri Sándor mégis egy kicsit más. Nekünk 20. 21. századiaknak mindenképpen. Ráadásul több, mint költő és író, tehát az maga szertágazó tevékenységével, ha úgy teszem, hogy az értékmentés, az érték felmutatásával is, igen, fontos szerepet játszott, hiszen, ahogy többször elmondtuk már, a népi kultúra értékeinek a rögzítésű felmutatásával is példát mutatott. Persze elsősorban író és költő, de hát itt ugye az is a döntő, hogy
azt is, már, arról is már sokat beszéltünk, meg vallom is, hogy különösen sokat foglalkoztam azokkal, akik ez a régióhoz kötődtek, Vörös Martitól kezdve Csóri Sándorig, Bela Istvánig. De ezek olyan szerzők, akik nem véletlenül kerültek Agárdon a irodalmi emlékfal oldalára, hanem olyan szerzőkről van szó, Vatai Ferenctől Pilinszky János, és akik kötődtek a mi szűkebb hazánkhoz, ugyanakkor egyetemes értékrendet képviseltek. És ez mindig fontos volt a számomra, hogy a helyi, a regionális és az egyetemes az ölelkezzen egymásba. Tehát kézenfogva jár nyilvánvaló. Vörös Marti Társaság és Csóri Sándor Társaság kiemelt szerepet játszott az életedben. Viszont fontosnak tartottad-e, hogy néha a közéletbehez is csatlakozz. Tehát az irodalomtörténész közéleti szerepvállalása az mindig kérdéses. Nálad ez hogy van, hogy volt? Hát nem lettem politikus, nem lettem polgármester, sok minden nem lettem, ami nem is akartam lenni igazából. Az irodalomban viszont mindig is érdekelt az a vonal, ami valamiképpen a közéletiséghez, a közügyekben érdekelt, ez Balogh Edgár szó volt, ha jól emlékszem, szerzőkhöz kapcsolódik. Nem mintha ez lenne a legdöntőbb, de ugye tudjuk, hogy a magyar irodalomban van egy olyan fajta vonal, ami a közügyekkel, a forradalmisággal, társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de van olyan is, amely ettől eltér. Jó, magam ilyenfajta szerepre nem vágytam, és most sem vágyom, de mondom, a irodalmon belül kétség kívül egyfajta prioritása van számomra azoknak a szerzőknek, akik hát ezzel a kérdéskörrel is foglalkoznak. Így a beszélgetésünk vége felé hadd idézzem Péntek Imrét, a barátot, aki azért fontos szerepet játszott, és ráadásul most, hogy visszaköltözött Fehérvárra, továbbra is fontos szerepet játszik városunk irodalmi életébe. Ő azt írja, hogy stabil értékőrző, mármint Bakony István, tekintet előtt keringünk, a nagy folyamat, amit kultúrának, irodalomnak nevezünk, bizonyára tovább épül abból is, amit tudása figyelme, hogy örökül az utánunk jövőknek. Nem akarta, mégis emberléptű nyomot hagyja mindent elfödő porban. Szép szavak, köszönöm szépen. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor jó, hogyha az ember szerény tud maradni, és most kell szerénynek lenni, mert annyi szépet hallottam a elmúlt hetekben, amik nyilvánvalóan ilyenkor adottak, hiszen az ember számára, ha köszöntik egy ilyen esélyfordulón, akkor jókat szoktak mondani, legyünk őszintén. Ez felér a József Attila díjjal? Felér a József Attila díjat? Én nem tudom, mivel ér föl. Nézd, nagyon jól esett, be kell valam, nagyon jól esett, ami történt. Ismételten megköszönöm a három kiváló hölgynek, hogy ezt megszervezték, és szóval erről nem mondhatok más, mint hogy jól esett. Akkor is, hogyha az ember ilyenkor hallja nyilván azt, hogy vagy úgy érzi, hogy bizonyos túlzásokba is belebocsátkoznak. Éppen a híradóban nyilatkozó Petőc András azt mondta, hogy lehet, hogy én jobban ismerem az ő dolgait, mint ő maga. Hát ez egy kedves túlzás számomra, nagyon jól esett, de hát azért nem kell minden szót, azt hiszem, szó szerint értelmezni. No, hát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, köszönöm szépen, hogy létezel vagy, és leszel továbbra is. És hát akkor Isten éltessen így valamennyi tévénéző nevében, aki esetleg nem értesült róla. Köszönöm szépen, nagyon én köszönöm. Akartok. Kedves nézőink, önök pedig ne feledjék, hogy a fehérvári beszélgetéseken túl a Paletta magazinban is foglalkozunk arról az eseményről, arról az ünnepi eseményről, amely Bakonyi István 70. születésnapját kísérte. Pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.